A fa, amely 250 km per órával robbantja az arcodba a termést, halálosabb, mint egy lövés. Létezik egy különleges fa, amely úgy képes akár végzetes sérülést is okozni, hogy az is elég, ha csak mellette állsz. Sőt, igazából egyes feljegyzések szerint 100 méter távolságon belül egy adott időszakban kifejezetten veszélyes a közelében tartózkodni. A kutyatejfélék családjába tartozó úgynevezett porzófa tényleg ennyire durva. A beszámolók egyáltalán nem túloznak. Egy korábbi videómban bemutattam már a halál kicsi almáját. A manzanilla fa szintén rokona ennek a fának ebben az értelemben, mert a kutyatejfélék családjába tartozik. A porzófa eredeti előfordulási helye Közép- és Dél-Amerika trópusi térségei, beleértve az amazóniai esőerdőt is, így szerencsénkre nem fogunk vele egyhamar találkozni Európában, de talán nem is baj. A közel 60 méter magasságig megnövő fa alapvetően örökzöld, így első ránézésre semmi extra. Barna törzs, amit sima kéreg borít, amin kisebb tövisek ülnek. Ez már azért furcsább lehet. Ami igazán furcsa és veszélyes, az ez esetben is maga a termés. Tulajdonképpen egy kis túlzással az emberiség erről a fáról másolhatta a kézigránátot, mert a porzófa kiszáradó, majd hirtelen elcsattanó termése halálos sebességgel küldi szét apró repeszekként a szeletekre osztott magokat. Ha valaki éppen ott áll, akkor akár 250 km per órás sebességgel is telibe kaphatja az éppen szétrepülő termés. A hím virágok hosszú tüskéken nőnek, míg a női virágok magányosan egy-egy levéltövében helyezkednek el. A termése 3-5 cm hosszú és 5-8 cm átmérőjű, tökszerű toktermés, 15 vagy 16 részleggel. Ez az, ami ha beérik, akkor robbanásszerű hang kíséretében elpattan, így a körülbelül 2 cm-es lapos magvait akár 70 méter per szekundó sebességgel is képes kiröpíteni a semmibe. Ezt átszámolva pedig valóban eléri egy tisztességes sportkocsi gyorsaságát. Abban pedig már semmi meglepő nincs, hogy akár 100 méterre is eljuthatnak így a magok. A neve egyébként angolul Sandbox Tree, ezt az elnevezését pedig azért kapta, mert az éretlen és preparált termését a homok tárolására is alkalmazták. A másik neve szintén találó angolul dinamitfa. Sőt, mielőtt a modernebb töltőtollak megjelentek, a fa félbevágott tok terméséből készítettek írószerszám tárolására alkalmas eszközöket is. A fa azonban nem csak ebben a tekintetben lehet végzetes a gyanútlan látogató számára. És itt nem csak a fa törzsén lévő tövisekről beszélek, hanem arról a méregről, amit a fa tartalmaz. Egyes helybéli halászok a tejszerű, mérgező nedveit használják fel a halak megmérgezéséhez. A Karib-térség benszülöttei pedig nyileik végét mártották bele ebbe a méregbe, gondolhatjátok mennyire erős lehetett. Visszatérve a tüskékre. Ezek szépen katonásan sorakoznak a törzsön, így ha egy medve elől a futva kellene felmásznunk erre a fára, az kb. Olyan érzés lenne, mintha jó szorosan átölelnénk egy vödör lándzsát, vagy beleestünk volna egy úszómedenci nyisünkbe. A fatüskét egyébként megérinteni sem nagyon érdemes, mivel mérgezőek és erős bőrirritációt okozhatnak. A termés amellett, hogy kiszáradt állapotban felrobban, halálos méreg is a szervezet számára, így aki megkóstolná, annak jó esélye lesz pár órával később alulról szagolni az ibolyát. Az igazi nagy ágyú azonban maga a termés, mint már említettem. Első ránézésre egy egyszerű, már-már szerethető minitők látszatát kelti, de jaj annak, aki túl közel merészkedik, amikor ezek a kis gránátok felrobbannak. Amikor ez bekövetkezik, olyan erős hanghatással jár, ami egyes mérések szerint eléri egy igazi puskalövés hangját. Tényleg halálos sérüléseket tud okozni bármilyen élőlényben, ha elég közel van hozzá. Azonban van néhány apró jel, ami alapján nagy bizonyossággal meg lehet jósolni, hogy ezek az ördögök is termések mikor robbannak szét. Sem éjszaka, sem borús, nedvesebb napokon nem kell attól tartani, hogy elpattannak. A különleges robbanáshoz ugyanis szükség van az erős napsütésre, a szárazságra, ami kvázi szétfeszíti folyamatosan a termést, ami egy ponton végül elpattan. A 15 vagy 16 darabból álló termés az érés, száradás során 64%-ot is veszít a nedvesség tartalmából. Ilyenkor van az, hogy a folyamat végén hihetetlen elemi erővel feszülnek szét ezek a külön választott lapos magok. Érdemes azt is hozzátennem, hogy nem ez az egyetlen fafajta, melynek termése felrobban. Az evolúció során egyes fajok nagyon találékonyan oldották meg azt, hogyan szaporodjanak vagy terjedjenek. A leghétköznapi példaként gondoljunk például a pitypangra, amelynek a magjai apró ejtőernyőként tehetnek meg igen nagy távolságokat a széllel.
Nem valószínű, hogy mindezek ellenére ez a fafajta leuralná a világot, de ha egy egész erdőnyi ilyen fánk ellen átkelnie az embernek, akkor vigyázva állna bennünk az a bizonyos egész úton. Ti mit tennétek, ha Afrikában bandukolnátok mondjuk étlen szomjan víz nélkül, és ez az egyetlen fa lenne a környéken, amely árnyékot ad? Vállalnátok a kockázatokat, hogy kirobbanó élményben legyen részetek, vagy inkább tovább barangolnátok a semmibe? Írjátok meg kommentben!